Vendégeink a Hölgyválaszban. Trulik Marietta, Patent cégcsoport soproni területi igazgatója. Elkötelezett híve az egészséges életmódnak. A munka mellett a sport, az utazás tölti ki mindennapjait. Válogatott kézilabdásként is az volt a hitvallása, hogy épp testben lehet csak épp a lélek. Lakatos Noémi, edző, sportoló, táplálkozási tanácsadó, édesanyja. Szenvedélye a futás, az egészséges életmód számára is kiemelt jelentőséggel bír. Jancsek Judit, speed racing oktató és life coach. Egyedülálló két gyermekes anya. Egy nő, aki szenvedélyesen űzi azt a két munkát, amivel emberek életét változtathatja meg. Jelenleg sportpszichológiát tanul, nagy álma, hogy segítse az embereket jobb fizikai és pszichés állapotba hozni. Köszöntelek lányok titeket, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Szépek vagytok, üdékfittek, energikusak. Nem véletlenül, mert hogy mindegyikőtöknek az életében főszerepet játszik, vagy legalábbis jelentős szerepet játszik a sport. Ez adja a mai témánknak az apropóját, mégpedig ezen belül is egy icipicit ezúttal a kardióbb jellegű mozgásokról beszélgetünk. Először is arra kérlek titeket, hogy a nézőknek azért mondjátok el, hogy melyikőtök milyen sporttal foglalkozik, és hogyan talált rá, Marietta? Hát az én esetem az összetett, ugye nekem a gyerekkori szerelmem, ami nagyon sokáig kitartott, az a kézilabda volt. A kézilabda az befejezése után azért kerestem én is azt a sportot, ami igazán közel fog állni hozzám, vagy tetszik, és szívesen csinálom. És aztán ez itt vegyes volt, ebbe bekerült a futás, bekerült a konditermi edzés, ugye a kardioedzés, és most jelen pillanatban a TRX a nagy szerelem részemről. Judit, te? Hát én a spinningnek vagyok a szerelmese. Ez a szerelem, ez 18 éves. Akkor talált meg először. Egész egyszerűen pusztán abból indult ki, hogy mindig is szerettem mozogni. És tanultam, dolgoztam, és mellette szerettem volna valami mozgást csinálni. És egész egyszerűen csak elmentem egyet tekerni. És amikor megéreztem ennek az egésznek az ízét, akkor tudtam, hogy jó helyen vagyok, és azóta is csinálom, jelenleg ugye speed racing oktatóként dolgozom, és de tulajdonképpen vannak még tervek, tehát hogy még további terveimben szerepel más is, de jelen pillanatban ez az, amit nagyon nagy szeretettel oktatok és csinálok. Noémi, te is többfajta módon is kapcsolatban vagy a sporttal, saját magad is űződ, meg edzőként is tevékenykedsz, ha jól tudom. Igen. Én magam még nagyon kisgyermekkorban kezdtem el teniszezni, tehát engem a tenisz indított el, ahol hát a versenysportban is tevékenykedtem, és utána jött nekem a futás. Az első kilométerémet emlékszem, hogy tengerparton tettem meg homokban, és ez azóta is tart. Ezen kívül személyi edzőként is dolgozom, úgyhogy a sport az kiteszi a hétköznapjaimat. Kiknek tudnátok ajánlani a saját kedvenc sportágatokat? Egyáltalán meg lehet ezt határozni, hogy kiknek lehet ajánlani, Judit? Én azt gondolom, hogy ha az én sportágamat nézzük, akkor mondjuk a gyerekeket leszámítva, mert hogy ugye ez az eszköz, maga a spinning eszköz, azért az adottságait tekintve arra nem alkalmas, hogy mondjuk gyerekek tekerjenek rajta, de tulajdonképpen fiatalok, idősebbek, tehát hogy teljesen korosztálytól, nemtől és kortól függetleníteném. Ráadásul azért is tartom nagyon jó dolognak, mert ízületkímélő. És kardioedzés. És mivel kardioedzés óriási jelentősége van, azt gondolom, hogy a mai 21. századi embernek kötelező a kardioedzés. Mi jól élünk, alapvetően hiszem és vallom azt, hogy élni, teremteni és alkotni csak jó fizikális és lelki állapotban lehet, és ahhoz, hogy a vérkeringésünket, az érhálózatunkat, a szívrendszerünket, a hajszálereket tágítsuk, az izmokat építsük, ahhoz elengedhetetlen a kardió. És innentől kezdve azt gondolom, hogy bárkinek javallott. A futás is vajon bárkinek javallott? Azt gondolom, hogy igen. Tehát a futás
a járás után az első, amit megtanulunk, és bárki képes rá, minimális eszközt igényel, tehát eszközre nincs nagyon szükség, van egy futó, jó futócipünk, viszonylag jól mérhető az eredmény, tehát én mindenkit, és itt a gyerekeket is belevéve, lehet, hogy nekik azért egy picit unalmasabb, de én tudom magamról, hogy minden sportágnak az alapja a futás, szerintem. Ez így van? A kézilabdánál is fontos volt a hogy futás? Ne, természetesen. Ezzel nagyon egyet tudok érteni, és azzal is, hogy azt mondod, hogy 0-100-ig, vagy bármeddig, tehát nincs korhatár a futás elkezdésében, a végzésében, tehát nincs olyan, hogy valaki sosem futott és nem is fog. Tehát ez bármikor, azt gondolom, egyetértünk ebben, hogy el lehet kezdeni. Érdekes, mert a kézilabdának szintén az alapja az állóképességhez, a futás az szükséges. Soha nem szerettem a futóedzéseket, ez nagyon érdekes, és amikor véget ért a kézilabdás pályafutásom, mégis rátaláltam a futásra. Én ki tudok kapcsolni, amellett, hogy elfáradok, és vannak olyan távok, ami, tehát ez saját magamnak fárasztó, és alig várom, hogy a végére érjek, mégis a gondolataimat szabadon tudom engedni, és olyan sok minden kerül a fejembe, amiket így közben végig tudok gondolni, és ez amire a végére érek, egyrészt elfáradok, jól érzem magam, meg megoldok néhány dolgot is így fejben. A TRX pedig a másik rész, ami egy csoportos dolog, ha egy jó társaságba sikerül bekerülni, egy nagyon jó felkészült edzővel. Az eleje nehéz, mert számomra szokatlan volt, tehát olyan mozgásformációkat kell végezni, ami nem volt ismert, de amint ráér ez az ember ezekre a mozdulatokra, nagyon jó, nagyon hasznos, és azt gondolom, hogy ez is kímélő mozgás, és jó, érdemes. Noémi, nem néznek téged csodabogárnak? Mert most is, ahogy beszélgettünk előzetesen, kiderült, hogy van olyan nap, amikor délután elmész 10 kilométerre futni, és hogyha van időd, még délután egy 18 kilométert az erdőbe lenyomsz, azért ez semmiképpen nem nevezhető átlagosnak. Hát ez biztos, hogy nem. Néha megkapom, hogy nem vagyok normális. Én szeretek esőben is futni. Tehát, hogy egyszerűen, és hóban. Amikor leesik az első hó, az biztos, hogy megyek futni. Azt gondolom, hogy ez kell nekem ahhoz, hogy élni tudjak, és hogy ilyen ritmusba tudjak élni, ahogy. Ezen kívül van egy olyan tapasztalatom, amikor a testnevelési egyetemre jártam, egy professzor mondta, 300-an ültünk az előadáson, és feltett egy kérdés, hogy ki az, akinek ilyen szívvel kapcsolatosan elváltozása van, és én egyedülként feltettem a kezemet, mert tudtam, hogy nekem az van, és rám nézett, és annyit mondott, hogy egész életébe fusson. És nyilván ez is egy ilyen tudatalatti belső motiváció nekem, hogy nekem futnom kell, és akkor működök jól. És hogyha van 2 hét, 3 hét szülés kapcsán, ugye több is kimaradt, akkor nem éreztem magam az igazinak. Tehát, hogy valami hiányzott, és akkor a futás az, ami hiányzott. A te esetedben, és tulajdonképpen mindegyikötök esetében nem kell olyan nagyon motiválni, hogy menjetek sportolni, mert olyan természetes ez számotokra, mint a levegővétel. Viszont Tüdi, te foglalkozol a lelki oldalával is annak, hogy mivel motiválható az az ember, aki jobban szeretne a kanapén ülni, aki azt mondja, hogy este van, én fáradt vagyok, én nekem erre nincs energiám, hogyan csalogatható ki otthonról? Hát igen, ez nem minden esetben könnyű. Az a helyzet, hogy vannak azok az emberek, akik gyerekként is viszonylag aktív életet éltek. A szülőknek köszönhetően sokat jöttek, mentek, mozogtak, sportoltak. Azok az emberek igazából könnyebben motiválhatók, és ők könnyebben mozgathatók. Na most ugye nem mindenki ilyen. Általában az a helyzet, hogy azért a magyarra jellemző az, hogy megvárja, amíg baj van. Tehát amíg történik valami, ami kimozdítja őt a komfortzónájából. Az az igazság, hogy a fejlődésnek ellensége a kényelem. És mi alapvetően kényelemre törekvő emberek vagyunk, és kevésbé preventíven gondolkodunk. Azok, akik kevésbé mozgathatók, én azt gondolom, hogy náluk is meg lehet találni azt a pontot, de sokkal nehezebb. Mivel én a lelki részével is foglalkozom coachként, ezért igazából
hozzám már ugye azok az emberek jutnak el elsősorban, akik úgy döntöttek, hogy eljönnek. Uh-huh. Nekem az én munkám az egy része az, hogy tehát a munkám egy része maga a kondicionálásról szól, illetve arról, hogy megtaláljam, hogy hogyan, mi által tudom ezeket az embereket motiválni. Ugye mindenkinek más a motiváltsága, mindenki másokból kifolyólag érkezik. Legtöbben nem jól gondolkodnak önmagukról. Az a helyzet, hogy az anatómiában van egy nagyon szép gondolat, amikor azt fogalmazzuk meg, hogy alapvetően mindenre rá tudunk csodálkozni, hegyekre, völgyekre, épületekre, de alapvetően saját magunkra nem csodálkozunk, és nem nézünk akkora csodálattal a testünkre, a szervezetünkre, mint amekkora csodálatot érdemel. Ebből kifolyólag sajnos nem bánunk vele úgy. Alapvetően sem tudunk jól bánni magunkkal sok esetben, és ebből eredhet az, hogy igazából nem foglalkozunk ezzel a testi részével. Én azt gondolom egyébként, hogy az egyik legtermészetesebb mód a jólétünknek az maga a mozgás. Hogy mi által tudom ezeket az embereket motiválni, ez az én esetemben azt hiszem, hogy az óráimon sikerül. Erről tudnék beszélni, mert remek hangulat óráid vannak. Hiszem és vallom azt, hogy ugye az, amit említettem is a korábban, hogy csak akkor tudunk igazából jól élni, hogyha jó mentális és fizikai állapotba hozzuk magunkat. Ehhez elengedhetetlen a sport. Nálunk szerintem probléma az országunkban, vagy legalábbis az életünk során, hogy nem jól gondolkodunk erről sem. És már gyerekkorban sem tanítjuk meg, vagy tanítják meg velünk azt, hogy hogyan is gondolkozunk erről, és hogy hogyan bánjunk a testünkkel. Anatómiailag az az igazság, hogy naponta 5-6 órát kellene mozognunk. Nem mozgunk 5-6 órát, ennek a felét sem mozogjuk. Ha nekem az a tapasztalatom, hogy ha ezeket az információkat, vagy ezeknek az információknak egy részét sikerül átadnom a vendégeimnek, akkor nagyobb eséllyel jönnek el, és nagyobb eséllyel mozognak. Jobban elgondolkodnak ezeken a témakörökön. Igen. Tehát másképp tekintenek az egész mozgásra, igen. Nem csak egy perspektívából. Igen, igen, pontosan. Arról, amit mondtál, egyébként az jutott eszembe, és kíváncsi lennék a véleményetekre. Ugye, hogy nagyon sokan a mozgásnak a lényegét abban látják, hogy fogyás, hogy alakformálás, és Pintek Enikőről biztos hallottatok, a neves edzőről, csináltam vele interjút, és azt mondta az Enikő, hogy az ő olvasatában ez egy kellemes mellékterméke a mozgásnak, de nem ez a lényege. Nem tudom, Marietta, te erről mit szólsz? Tehát neked mennyire motiváció az a mozgás során, hogy az alakodat formált? Azt gondolom, hogy én nagyon szerencsés vagyok ebből a szempontból, tehát sosem volt súly problémám, de ugye mindig mozogtam, tehát valószínűleg hogy ez összefügg. Azt gondolom, hogy az egészséges életmód a táplálkozással is összefügg, tehát az is egy nagyon fontos dolog. Én nagyon szeretem megnézni azt, hogy mit eszem meg, hogy az mindenképpen értékes legyen. És egyébként, bocsánat, hogy én vissza szeretnék kapcsolni oda, amit mondtál, hogy lehet valakit motiválni számomra. Például nagyon fontos, ha személyedzőhöz járok, vagy mondjuk a TRX-et említeném, ahova járok, hogy az edző, aki az edzést tartja, ő egy hiteles legyen, mint alkatra, mint gondolkodásra, mint a táplálkozásra, mint a testfelépítésre, tehát hogy én azt lássam, hogy ő egy példakép. Ez szerintem rendkívül fontos egy ilyen, tehát egy személyedző részéről gondolom ezzel egyetértünk, és ha valaki rád tekint, rád néz, akkor azt látja, hogy egy példát teszel elé, úgyhogy ő is, ha nem is ilyen szeretne lenni, de ebbe az irányba szeretne elmozdulni, és szerintem ez nagyon hiteles, és ez követhető példa. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi mindenbe beavattatok minket. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük.